Kanyarodáskor a motor mindig a belső ív felé dől, azonban a motoros többféleképpen is elhelyezkedhet a nyerekben. Az, hogy milyen stílusban kanyarodunk, azaz valójában hogyan menedzseljük a motor és a motoros együttes tömegközéppontját, azt a körülmények határozzák meg. Szakértőnk a következő néhány percben a kanyarodás három fő stílusa között igyekszik eligazítani minket. Azt, hogy miként ülünk a motoron, milyen technikával kanyarodunk, melyik ívet választjuk, hogyan kezeljük a motort, összességében a stílus határozza meg. Az aktuális stílusunkat pedig minden tényező befolyásolja. Leginkább a motor, az útminőség, maga a kanyar, a körülmények, a helyzetek, és persze mi magunk. Ezért szükség esetén képesnek kell lennünk azonnal váltani is a stílusok között. A stílust azonban minden elemével együtt azt határozza meg elsősorban, hogy hogyan ülünk a motoron. Részleteiben vagy egy tucatot, de alapvetően 2-3-at különböztetünk meg aszerint, hogy a súlyunkat a kanyarban befelé, belógó stílus, vagy kifelé helyezzük a motoron, lenyomó stílus, vagy maradunk középen, ez pedig a harmadik angol stílus. Közúton erősen javasolt a feneket az ülésen tartani, ellentétben a versenystílusokkal, ahol az a kanyarban ritkán találkozik az üléssel. Lássuk hát az utcai alapstílusok legfontosabb jellemzőit. A belógó stílus a nagyobb tempó stílusa, ahol súlyunkkal segítjük a motor átdöntését és kanyarodását. A magasabb tapadásért cserébe gyors és rutinos reagálást követel egy esetleges megcsúszás, így a kiszámítható és jó útminőség barátja. Erősebb stabilizálógázt igényel, illetve gyakran átfedi az intenzív gyorsítás-lassítás a kanyarodást, ezért itt nagy előnyt jelent a blokkolásgátló és a kipörgésgátló elektronika. Sok utcai motor hamar leír már kisdőlésnél is, ezt megelőzendő, szükségszerű is a súlypont minél beljebbítele. Viszont alacsonyabbra kerül a szemünk, kevésbé látjuk át a forgalmat, illetve túlogva a motoron szélesebbé válunk, ami szintén növelheti a baleset veszélyét. Balra kanyarodásnál például könnyen átlokatunk a szemközti sávval, ami nagyon kockázatos. A helyes üléspozíciót és ezáltal a pontos, precíz irányítást a laza könyökök igazolják vissza. A lenyomó stílus, vagy másként eltolásos technika ennek épp az ellentéte. Kanyar közben a motort lefelé döntjük, míg a súlypontunkat kifelé helyezzük. A széles kormány, a könnyen átdönthető motor a fürge ellenkormányzást és ezáltal a gyors ívváltásokat segíti. A mélyen ledöntött motor szinte helyben képes megfordulni. Az erősebb dőlés ugyan valamelyest kisebb tapadást biztosít, ám a megcsúszás sokkal kezelhetőbbé teszi, így ez a kevésbé kiszámítható útminőség stílusa. A motoros magasan ül, emiatt könnyen átlát az autók felett, illetve a magasabb súlypont segíti a gyorsabb kanyarváltást is. A helyes üléspozíciónál a megemelt külső könyök laza, és a derék is rugalmasan hajlik. Az angol stílus a középút, ahol együtt ülünk a motorral. Ez a hétköznapi motorozás alapvető stílusa. Előnye a hosszú távon is kényelmes üléspozíció mellett, hogy egy pillanat alatt képesek vagyunk átváltani bármelyik előbbi stílusba. A fix és szimmetrikus üléspozíció a biztonságos irányítás érzetét adja. Ez mindenkinek az első stílusa, illetve az utasok is ezért a leghálásabbak. Vannak helyzetek, amikor az egyik stílus az előnyösebb, máskor a másik, de egyik sem kizárólagos. Több ellentétes stílusa is szüksége van egy felkészült motorosnak. Gyakorolj sokat, motorozz tudatosan!